Készfogás 2013 tavaszán az Egregyi projekt támogatási szerződésének aláírását követően. Mindez már történelem, melynek fontosabb állomásait érdemes felidézni. A kivitelezéshez szükséges több mint 500 milliárd forintot még a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ítélte oda. Ezzel a Balaton kiemeltődülő körzetben a turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztés vonatkozásában a legmagasabb összegű támogatást kapta. Egy nagyon jól előkészített és összeállított programról van szó. Hévízvárosa már régóta készült erre. Ebből adódóan könnyű helyzetbe volt, és egy viszonylag előkészített programmal tudott pályázni. A városnak indoka is volt arra, hogy miért szeretné megvalósítani a tervasztalon már létező projektet. Hévízre nagy mennyiségű turista, külföldi és belföldi vendég érkezik, és ezeknek a vendégeknek, akik több napot töltenek itt szerencsére, illetve az is, aki esetleg rövidebb időt tölt itt, azoknak mindenképpen produkálnunk kell, azt gondolom, a városba a hagyományos gyógyászaton, gasztronómián túl olyan fajta attrakciókat, olyan fajta kikapcsolódási, szórakozási, kulturális lehetőséget, aminek egy fontos eleme lehet ez az egredi városrész. A látványtervek megvalósításához 2013 őszén érkezett el a város, mikor átadta a munkaterületet. Erre az időre jószerével szétesett a Domföldi út, ahol botladozva közlekedtek a vendégek. Az akkor készült felvételek is tükrözik, hogy csorbát szenvedett a millió vendégcsalogató jellege. A látványos megújulást igazán a tavalyi év tavaszán lehetett tapasztalni. Áprilisban a Domföldi út alján is nagy erőkkel dolgoztak a kivitelezők. Évtizedek óta nem volt semmilyen infrastrukturális jellegű beruházás ezen a területen, nem volt fejlesztés, ezért valamilyen módon ez le is maradt a város többi részétől, a város fejlettségétől elszakadt ez a terület, ezt szeretnénk most ezzel a beruházással orvosolni. Az elképzelt tervekből itt a Domföldi utca elején megépült a vizes blokk, illetve a buszmegálló, mögöttem látható 29+1 parkoló, illetve a vizes blokk mögött található még három családi parkoló és egy buszparkoló is, amik a megnövekedett idegenforgalmi igényeket fogják szolgálni. Közben odafent a Domföldi úton felszedték a régi burkolatot, és a csapadékvíz elvezetésre is ügyelve megkezdődött a térkövezés, a pihenőhelyek kialakítása. A megközelítés átmenetileg nehezebbé vált, de megérte a felfordulás. Júliusra elkészült a római sírhoz vezető új ösvény, megújult maga az emlékhely, és a domföldi sétány is megkapta a maga mediterrán hangulatú burkolatát. 2014. júliusában az Árpád-kori templom rekonstrukciója volt soron. Állványzat vette körbe az épületet, a műemlék megóvása aprólékos munkát igényelt. Réseket, stukokat próbálunk feltölteni, mert ezek mind ilyen veszélyforrásokat, amik kiteszik a falat a időjárás eróziójának igazából. A Magyarországon ritkaságszámba menő műemlék külső és belső felújításához csak nem az utolsó pillanatban sikerült hozzálátni. A vakolat mögött a falazatban olyan rejtett hibák kerültek elő, amit csak most kerülnek napvilágra, és ezeket bizony ki kell javítani, mert ezek olyan mozgó részek, főleg a tornyon, ami tulajdonképpen az állagát veszélyezteti a toronynak. A fő célunk a vakolatoknak az eredeti 13. és 18. századi vakolatoknak a megőrzése, rögzítése, ahol elvált a falazathoz, konzerválása és hidrofóbizálása, hogy a külső behatásoktól minél tovább védve legyenek. Idén nyáron aztán új kerítést is kapott a templom, akár csak a többi telekrész, ahol szükség volt a támfalazásra. A nyárra a legtöbb újdonságot kínáló projektelem is formálódott. Két éve a római kori romok szomszédsága még ezt a látványt kínálta. A gamesz takargatott épülete a templom mögötti füves terület kihasználatlan foltként virított. Lassacskán azonban látszott az átalakulás, a múzeum épülete és a leendő park. Júliusban már a befejezésről beszélgettünk. Szeptember vége az az időpont, amikor teljesen szeretnénk átadni a projektet, tehát teljesen kész lesz minden. Én azt gondolom, hogy aki most már kimegy Egregyre, a Domföldi útra, és elsétál az Árpád-kori templomig, egy olyan látványosság született meg Hévízezen városrészébe, aminek már most a csodája járnak, és hát nem sokára befejezzük gyakorlatilag a római kori Róm mellett lévő területen is, ahogy láthatják a bemutatóépület, kertépülés, térépül, szökőkút és egyebek. Én azt gondolom, hogy ez a fejlesztés, ami 700 millió forint környéki fejlesztésről beszélünk, aminek túlnyomó része 600 millió forint pályázati forrásból történt meg, olyan szinten újítja meg az egredi városrészt, ami a turisták számára is látogatható lesz, és az ott élők számára is azt gondolom egy óriási előrelépés.
A projekt a tervezett határidőre megvalósult. Most már így fest a virágos, szobrokkal díszített park, és készen áll a múzeum, hogy a látogatók megismerkedjenek Hévíz múltjának tárgyi emlékeivel. Olyan történelmi értékekkel, melyek több ezer évvel ezelőttről maradtak az utókorra.